Galgahévízen 2014. október 5-én ünnepélyes keretek között adták át az idén 80 éves Galgahévízi Sportklub teljes felújításon átesett sportöltözőjét. A létesítmény közel 100 galgahévízi igazolt fiatal játékos számára nyújt majd megfelelő környezetet a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A hivatalos esemény előtt a Bozsik program részeként a környező települések focista palántái mérték össze tudásukat, majd a tornát követően a gyermekek érmeket és ajándékokat vehettek át Vanó András polgármestertől. Én úgy gondolom, hogy nem mint polgármester csak, hanem mint a Galgahévízi SK Egyesület elnöke is kívánok hozzátok szólni, és én mindig azt kívánom nektek, hogy ezzel a lendülettel, lelkesedéssel és a sport szeretettel menjetek előre, hagyjuk el a szépen a sportról a politikát, és ezt tegyük mentessé, és mi csak játszatok, és mindig nagyon szép eredményeket próbáljátok elérni a környezeteteknek, és annak a községnek, településnek, ahonnan jöttetek, ahol sportoltok, és már az utánpótlásból kinevelkedtek felnőtt játékosokká. Nálunk ez a mai nap különösen nagy öröm, mert egy jó nagy idő után ugye mi is csatlakozhatunk a Bozsik programhoz, már nem az első torna, de a mai napon nekünk sportöltöző átadunk is ez délután, úgyhogy iparkodunk itt Galgahévízen is olyan körülményeket biztosítani nektek a közeljövőre, hogy normál körülmények között tudjatok majd öltözni, zuhanyozni és természetesen játszani is a pályáinkon. Európai Uniós támogatással a LEADER pályázaton majd 7 millió forintot nyert. Ebből a pénzből többek között bővítették a sportöltözőt, átalakították a tetőszerkezetet, és belső rekonstrukciós munkálatokat végeztek el a komfortos környezet kialakításának érdekében. Az átadási ünnepségen beszédet mondott Cerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Örülök annak, hogy itt lehetek és együtt ünnepelhetek önökkel. Egy beruházás, átadás, hallgatása az mindig egy jó dolog. Szabad úgy fogalmaznom, egyik kedvenc időtöltésem. Nagyon szívesen fogadok el ilyen meghívásokat, főleg, hogyha a választókerületem gyarapszik valamilyen értékkel. Úgy gondolom, hogy nem csak a galgahévízi sporttársak örülhetnek ennek az eseménynek, ennek a beruházásnak, hanem valamennyi galgahévízi, valamennyi sportbarát, aki majd ide ki fog jönni, és látogatni, élvezni fog, használni fogja majd ezt a felújított, gyönyörű öltözőt. A tömegsport terén élen jár galgahévíz, melynek fontosságát és pozitív hozományát külön kiemelte beszédében Cerván György. Általában a tömegsport az, ami leginkább fontos, és a tömegsport tudja majd adni az utánpótlását annak, hogy versenyszinten is működhessen a sport. És itt úgy hallottam, Galgahévízen nagyon komolyan foglalkoznak, óvodás szintől, óvodás korcsoporttól kezdődően a felnőtt csapatig működik a labdarúgó szakosztály, és ez nagyon fontos dolog annak érdekében, hogy egészséges emberek éljenek itt Galgahévízen is. Az ünnepélyes szalagátvágás után Galgahévíz plébánosa Kristóf atya áldotta meg az épületet. Kegyelmedet kérjünk tehát, Urunk, hogy ezek a megfelelően emelt épületek a szabad időt és a szellemet felvigyelését szolgálják a test és a lélek egészségének megerősítésére. Akik itt összejönnek, gazdagjanak a testvéri kapcsolatok ápolásában, és örömmel dicsérjenek téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Program zárásaként újra a sporté lett a főszerep, hiszen a helyi galgahévízi SK ifjúsági, illetve felnőtt csapata egy barátságos labdarúgó meccs erejéig megmérkőzött a parlamenti válogatottal.